Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi van vele? Miért olyan visszahúzódó? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Edivia számára. Kedves Edivia, üdvözöllek téged, ez a te videód, és megtekintjük azt, hogy mi van vele, miért olyan furcsa vagy visszahúzódó. Itt, ennél a körnél arról van szó, hogy mi van nála belülről, mik az ő gondolatai, és mik az ő érzelmei. Pontosan ezt jelzi ez a két kártya, ez a kör itt középen. Ennek van egy jelentősége, mert mindenkinél van egy ilyen energiai mező, ami úgy bennünket átkarol, így mondhatnám. És ez az energiai mező, ez belülről jön, a gondolatoktól és az érzelmekből. Ennek az energia mezőnek van egy hatása, mert ez a vonzalom, amit mi kisugárzunk, pontosan azt kapunk vissza. Először megnézzük azt, hogy milyenek az ő érzelmei, ezt mutatja itt a hold. Nagyon érzékeny. Nem csak az érzékenységét jelzi, hanem nála minden olyan finom, lelki dolog, és mutatja a mély érzéseket, azon kívül az anyai témákat is. Egy mély, érzékeny kapcsolat az anyukájával. Azon kívül jelzi a spirituális dolgokat, az ő intuícióját is. A következő kép itt, ez az ördög, ez nagyon csúnya, ezek a gondolatai. Az nem jelenti azt, hogy ő hamis, vagy hazudik, vagy becsap téged. Én inkább úgy mondanám, hogy ő nem bízik magával, és vannak ilyen gondolatok, én ezt úgysem érdemeltem meg, én nem vagyok elég jó. Ezek hamis gondolatok, ezzel becsapja ő saját magát. És hogy áll hozzád, mi a kapcsolat kettőtök között, ezt mutatja itt ez a királynő. Te vagy ez a királynő az ő szemében. Ez a királynő tart valamit a kezében, egy aranyérmét. Ezek értékek. Nem csak az anyagiakra utal, hanem a belső értékekre is. Te értékes vagy számára. Ő úgy tekint fel rád, mint egy istennőre, mint egy királynőre, és ő kicsinek érzi magát veled szemben, és pontosan ezek a hamis gondolatok. Nem bízik magában, holott nagyon érzékeny, és olyan szép lelki dolgokat tud nyújtani. És mi a szerelmi kapcsolat köztetek? Megint az érmék jelennek itt meg, ami az értékekre utal, a belső értékekre is. Ez az aranyérem a föld elemét szimbolizálja, a reális dolgokat. Ő nagyon álmodozó, de ő szeretné ezt a párkapcsolatot veled úgy kiépíteni, hogy ez realizálódjon. Itt ez a kép, itt a háttérben, amit mindkettőtöknek meg kellene, hogy tekintsetek, itt minden rendben van, de ti nem oda néztek, ami jó, ami rendben van, hanem lefele. Ez a szomorúságot jelzi, ő kicsinek érzi magát veled szemben, és nem mer
érzelmekről beszélni. Holott ő szeretné, ha ez megvalósulna. Most megnézzük azt, hogy hova fekteti be az energiáját. Mi fog történni, milyen lépéseket fog tenni, jelen pillanatban nagyon visszahúzódó, és várakozik. A háttérben itt megvan ez a gyönyörű kép, itt középen ez a vörös szív, ami szimbolizálja a szerelmet. Ez a kép, ezzel a szívvel, ez egy belső kép, amit ő el szeretne érni, ezt ő élni szeretné, de nem mer közeledni hozzád. Fél attól, hogy te nem fogadod el ezt a szerelmet, ezt az érzést. Lesz köztetek ez a szerencsés párkapcsolat, a választ megadja itt ez a kártya. Itt a képen látható 5 kehely. A kehelyek szimbolizálják a víz elemét, és az jelenti az érzelmeket. Neki vannak érzelmei hozzád, de ugyanúgy te is szereted őt. Itt látható 3 kehely, ami összetört. Ott folynak a könnyek. Ez utal az ő múltjára. Jelen pillanatban így megáll, visszahúzódó, mint ahogy ez a kép is itt mutatja. Ez egy belső út, egy belső hang, vagy ezek a belső képek, ahogy ő elképzeli a jövőt veled. De neki kell egy kis idő, amíg ő érzi ezt a belső erőt, és megbízik ebben a szerelemben. Mögötte van ez a 2 kehely, és az jelenti a jövőt. A víz eleme az érzelmeket, a párkapcsolatot, a 2-es szám, a jövő itt, te és ő. Ha megfordul és odafigyel, akkor azt ti átélitek. Ha itt feláll és látja ezt a képet ezzel a szívvel, akkor bízik ebben a szerelemben. Ha itt szintén feláll, és látja ezt a képet a háttérben, ez majdnem mint egy szent kép, akkor bízik abban, hogy rendeződnek a dolgok. És akkor te vagy itt a királynő, ő meg ez a király. De meg kell, hogy változtassa a gondolatait. És mi az, amit neki tanulnia kellene, azt mutatja itt ez a kép. A felújulásokról van szó. Valamit lezárni az életében, bízni a jövőben. És ami változni fog, azt mutatja ez a szent férfi vagy pápa. Itt van egy könyv a kezében, és ő esküszik arra, hogy ebben a könyvben meg van írva, hogy ő a te lelki társad. Mondhatnám úgy is, te vagy az ő lelki társnője. És miről álmodozik? Egy boldog családi kapcsolatról. Sok-sok kehely van itt, és az jelenti az ő érzelmeit, és bízik abban, illetve arról álmodik, hogy te is szereted őt. És hova vezet ez a kapcsolat? Te vagy itt az uralkodónő. Ezen a képen megvan a Vénusz bolygónak a szimbóluma, a nőiesség, és Demeter. Demeter az a földnek az istennője, de nem a bolygót értem ez alatt, hanem az életet a földön, a természetet, a növényeket, az állatvilágot, bennünket, embereket, tehát az életet, és itt kivirágzik minden. Itt van termés, ez a jövő.
és ezt te eléred a te nőies energiáddal. Nem csak a Vénuszra kell, hogy hallgass, tehát a nőiességedre, a szerelmi élet területén természetesen a testi kapcsolat is ide tartozik, hanem számára szükséges az anyai érzelem, azt, amit itt Demeter mutat, és a hold, ami az ő belső vágyát mutatja, szintén jelenti az anyai érzelmeket, azon kívül a vágyakat, a reményt és az álmokat. Kedves Edivia, most áttérek az asztrológiai részre az indiai számítás szerint. Ascendent az azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te megszülettél, melyik jegy kel fel a keleti határon, nálad ez a mérleg jegye volt. A mérleg jegye az kihat a te külsődre, a fellépésedre és a személyiségedre. A mérleg jegye szép. Az azt jelenti, hogy te nőies vagy és ápolt, te egy szép nő vagy. És ezt mások észreveszik. Itt a mérleg jegyében van nálad a Nap, Mars bolygó és Neptun bolygó. Mindez kihat a külsődre, a fellépésedre és a személyiségedre. Azon kívül a Nap az a te belső éned, az, ami te vagy. Tehát a mérleg jegye az nagyon erősen hat rád. A mérleg jegye szereti a szépet, a harmonikus dolgokat. Azon kívül megvan nálad a művészi tehetség, tehát ezen a területen ki tudod magad bontakoztatni. A Mars bolygó mutatja a te erődet. És ezzel a Mars bolygóval, ennek az energiájával meg tudod magadat védeni. Meg is kell, hogy védjed magad, de a Mars bolygó nem érzi jól magát a mérleg jegyében. Miért? Mert ha úgy történik, hogy te megvéded magad, az erőd, a bátorságod megvan hozzá, viszont a mérleg jegye az szereti a harmonikus dolgokat, és te ezt utólag megbánod, és előfordulhat, hogy másoktól mindig bocsánatot kérsz, mert lelkiismeret furdalásod van, mert tulajdonképpen te nem akartál senkit megbántani, azon kívül számodra nagyon-nagyon fontos a béke, a nyugalom. Neptun bolygót leírni nem egyszerű, mert nehéz megérteni. Nem is lehet megérteni, hanem érezni kell. Neptun bolygó mutatja a fantáziánkat, az álmainkat, és Neptun bolygó szeretné azt, ha az álmaink megvalósulnának, és mi tanulunk itt valamit, mégpedig ezekben az álmokban hinni. Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója, mert itt van ez az inspirírende erő, és ez mutatja a te tehetségedet, a művészi élet területén te ki tudod magadat bontakozni. Neptun bolygónál előfordulhat az, hogy mások közölnek valamit, és az olyan szépnek tűnik, olyan mesebelinek tűnik, és mi hajlamosak vagyunk arra ebben hinni, ha ez igaz, akkor az tényleg mesebeli, és ez egy valóság lesz, viszont ha ez egy hazugság, akkor
csalódások érnek téged. És mivel ez előfordult már, te egy kicsit óvatos vagy. Az ő horoszkópjában, a mérleg jegyében található a nap, Merkur bolygó, Jupiter bolygó és egy visszatekintő Vénusz bolygó. Tehát nála is nagyon erős ez a mérleg energiája. A mérleg jegye szimbolizálja nem csak a harmóniát, a szépséget, hanem a belső egyensúlyt is, és a párkapcsolatod. Azon kívül szereti az igazságot. Az ő horoszkópjában ez a mérleg jegye a 12-es életházban van, és ott vannak a titkok, ilyen titkos dolgok. Nem nagyon látható. Ezt úgy tudod elképzelni, hogy abban a pillanatban, amikor ő megszületett, akkor a skorpión jegye kelt fel a keleti határon. Mielőtt megszületett, egy órával előtte viszont a mérleg jegye kelt fel a keleti határon. Ez közel van hozzá, de amikor a mérleg jegye felkelt a keleti határon, a nap kelte és Merkur bolygó, Jupiter bolygó és egy visszatekintő Vénusz bolygó ebben a pillanatban, ebben az órában ő még nem született meg, hanem egy órával később, körülbelül egy órával később született meg, de akkor is hatnak ezek a bolygók és a mérleg jegye az ő személyiségére, de itt vannak ezek a titkos dolgok, ami még nem született meg. És arra vár, hogy legyen itt egy megújulás, egy újra születés. Amikor Jupiter bolygóról van szó, és Merkur bolygóról, ami a tudást és a bölcsességet jelenti, itt a 12-es életházban ők jól érzik magukat, mert itt nagyon sok dolgot lehet tanulni. A mélybe nézni, ez mutatja a mély tudást is, de a nap az itt nem érzi jól magát, mert ez olyan, mint egy árnyék, ami még nem látható, ez a 12-es életház nem látható, ezek a titkok. A nap viszont szeretné, ha mások látnák, mert az a fény, a napfény világítani akar. És ő ezt úgy éli át, hogy előfordul nála gyakran, hogy mások átnéznek rajta, nem veszik észre, pedig ott van, és ez neki fáj. A Vénusz bolygó nála visszatekintő, az jelenti a múltat, a kármikus témákat, tehát itt van egy kármikus párkapcsolat. De a 12-es életházban az minden olyan titokzatos. Nem jelenti azt, hogy ő eltitkol előled valamit, hanem ő tanulja azt, hogy hogyan élje át a párkapcsolatot, mert számára ez egy nagy titok. És itt a társnőnek, az ő lelki társnőinek kell a segítsége. Nálad a Mars bolygó és a nap együtt hat, te nem is tudod elválasztani őket. Ha valamit közölni akarsz, vagy valamit tisztázni, akkor a Mars bolygó adja azt az erőt hozzá, te gyorsan reagálsz, de előfordulhat a mérleg jegyében, hogy te ezt később megbánod. Nálad a Mars bolygó és a nap a Svati holtházban található. Ez a szanszkritból jön, és azt jelenti lefordítva Svá, én, a te esetedben te, a te egyéniséged, és Áti azt jelenti a te lelked. Itt kell a te egyéniségedet, a személyiségedet összhangba hozni
a te lelki világoddal, a mély érzésekkel. Az ő horoszkópjában a nap és Merkur bolygó szintén a Svati holtházban van. Itt van hasonlóság kettőtök között. Merkur bolygó utal az ő gyermekkorára, az ifjúságára, és arra is, hogy itt tudnia kell, hogy hozza ezt összhangba. Merkur bolygó tanítja őt erre. Az ő horoszkópjában a lagna vagy aszcendentus, az a skorpión jegyében van. Az azt jelenti, amikor ő megszületett, abban a pillanatban, ahol ő született, a skorpión jegye kelt fel a keleti határon. Itt a skorpión jegyében van nála a hold. A hold szimbolizálja az anyukáját is. Itt található nála Neptun bolygó, az is kihat a lelki világára és a személyiségére is. Mindkettőtöknél a Neptun bolygó, azaz aszcendentuson van. Mint mondtam, ez a bolygó a művészek bolygója. Itt megvannak az álmok, a fantázia, de gyakran a csalódások is, és ilyen esetben előfordulhat mindkettőtöknél, hogy kicsit óvatosak vagytok. Az ő horoszkópjában az aszcendentus, a hold és Neptun bolygó a Jesta holtházban van, és az azt jelenti, hogy számára fontos a párkapcsolat területén, hogy a lelki társnője idősebb legyen, aki bölcs, akire ő felnéz. Ezért is van ez a vonzalom köztetek. A te horoszkópodban a skorpión jegye a második életházban van. Ez a második életház jelzi a vagyoni dolgokat, a pénzügyi dolgokat, az értékeket, de a belső értéket is. Itt található nálad a skorpión jegyében Merkur bolygó és Jupiter bolygó. Jupiter szerencsét hoz neked az anyagiak terén, de ügyelj a belső értékedre is. Te értékes vagy. Jupiter bolygó mutatja a te belső nagyságodat. Jupiter bolygó olyan, ami naprendszerünkben, mint egy belső naprendszer. Spirituálisan ez a te belső napod. Ha megvan nálad ez az energia, és tudatában vagy a te saját értékeiddel, javulnak az anyagi dolgok. És Merkur bolygó segít abban, hogy ezt te megtanuld, és a kereskedelmi élet területén szerencséd van. Te ügyelj az érzelmekre, mert itt a skorpión jegye van, és az a víz eleméhez tartozik, tehát az érzelmek is fontosak, hogy ne félelmeid legyenek, hanem bízz saját magadban, abban is, hogy jó anyagi körülmények között élsz, és te tudsz így a kereskedelmi úton pénzhez jutni, a Jupiter bolygóhoz neked szerencsét is. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója, őrzi a kármikus témákat. Te gyakran megleckésztet bennünket. A te horoszkópodban a Szaturnusz bolygó a harmadik életházban van, a nyilas jegyében. Ez a harmadik életház az élet iskolája. Itt be kell, hogy bizonyítsd magadat. Szaturnusz bolygó leckésztet itt téged. Te mutatja a kapcsolatokat a rokonokhoz, az interneten keresztül,
lévő kapcsolatokat is, azon kívül a képzést, a továbbképzéseket. Itt nincs bolygó a te horoszkópodban. Viszont itt mozog jelenleg a lefele mozgó holdcsomó, Kétú, és ez mutat kármikus témákat, utal a múltadra. Hamarosan elbúcsúzik a nyilas jegyétől, és októbertől a szkorpión jegyében lesz 2021 tavaszáig. Tehát jön egy új kármikus téma. Itt a harmadik életházban, a nyilas jegyében mozog jelenleg Jupiter, az adja neked a lehetőségeket, hogy bebizonyítsd magadat, mutasd ki a belső nagyságodat, és itt található, itt mozog egy visszatekintő Plutó bolygó. Plutó mutatja a belső erődet, hogy bízd magadban, azon kívül közli veled, hogy koncentrálj erre a témára, mert ez most számodra fontos. Plutó bolygó az kihat a testi kapcsolatokra is. A negyedik életház, az a mélypont a horoszkópban, ez egy alap. Erre tudsz alapozni. Azon kívül mutatja a lakáshelyzetet, az otthonodat. Itt található nálad a bak jegye, és jelen pillanatban, idén, és még jövőre is, itt mozog Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó hatása alatt mindig vannak sorsdöntő változások és döntések. Itt lehet egy költözködés is. Az ő horoszkópjában a bak jegye a harmadik életházban van, ott mozog most Szaturnusz bolygó, ahol neki is be kell bizonyítani magát, mert ez az élet iskolája, ahol be kell, hogy bizonyítsa magát. De jelenti a kapcsolatot a rokonokkal, vagy kapcsolatokat az interneten keresztül. A hatos életházban van a munka, a munkahelyi viszonyok. Azon kívül utal az egészségügyi témákra is. Itt van nálad a halak jegye és a lefele mozgó holdcsomó Kétú a halak jegyében a hatos életházban. Ez a lefele mozgó holdcsomó, ez egy kármikus csomó, és mutat a múltra, azt, amit te a korábbi életedben átéltél. Itt te kiismered magad. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. Ebben a jegyben kettő hal van, két irány. Az egyik irány jelenti a félelmeket, a másik pedig az önbizalmat, az erőt, a bátorságot és a lelkesedést. Te választasz, hogy melyik irányba tekintesz. Ez kihat a munkádra. Amennyiben rossz irányba mozogsz, akkor előfordulhat, hogy vannak ilyen betegségek, és az jelenti azt, hogy változtass valamit a munkádon. A hetes életház az utal a szerelmi ügyekre, a párkapcsolatra, házasságra. Itt van nálad a kos jegye, de nincs bolygó a horoszkópodban. A kos jegye az lelkes, gyorsan hoz döntéseket, és belép új kapcsolatokba is, gyakran meggondolatlanul. Itt mozog jelen pillanatban Mars bolygó, az utal egy férfire, tehát itt aktuális a párkapcsolat, azon kívül az indiai számítás szerint Uranus bolygó.
És itt lesznek változások. Ez az Uránusz bolygó hatása. Az ő horoszkópjában a kos jegye a hatos életházban van, ami a munkát illeti, vagy az egészséget, esetleg betegségeket. Ott van nála, ebben a hatos életházban egy visszatekintő Szaturnusz bolygó, az azt jelzi, hogy nála vannak kármikus témák, és Szaturnusz bolygó megleckészteti őt ezen a területen, különösen az első életszakaszban, az ő ifjúságában, a korábbi években. A második életszakaszban Szaturnusz bolygó segít neki abba, hogy a munkahelyét megtalálja, megalapozza, és meglegyen az a biztonság érzete. Mint nálad is, a kos jegyében, nála itt a hatos életházban mozog Mars bolygó, ez az ő erejét jelenti, vagy azt, hogy megvédje magát a munkahelyén, azon kívül Uránusz bolygó itt a hatos életházban utal nála munkahelyi változásokra. A 9-es életház az külföldi utakat jelent, utazásokat, külföldi kapcsolatokat, de ez lehet egy belső út is. Itt van a te horoszkópodban az ikrek jegye, és ott mozog jelen pillanatban még Rahu, a felfele mozgó holdcsomó. Ez a felfele mozgó holdcsomó, vagy Rahu, ez egy kármikus út, amit te nem ismersz, viszont szükséged van rá, kell, hogy ezen az úton mozog. Lassan elbúcsúzik Rahu az ikrek jegyétől, és átmegy a bika jegyébe, de így a napokban még hat rád, és az elmúlt években is. Tehát több mint másfél évig itt hatott a 9-es életházban ez a kármikus csomó. Ez külföldi kapcsolatokat jelent, és egy új lehetőséget számodra, amit ki is használtál. Az ő horoszkópjában az ikrek jegye és ez a Rahu hatás a 8-as életházban van, ahol a megújulásokról van szó, és a testi kapcsolatról is, esetleg egy örökösödési ügy. A 11-es életházban vannak a barátok, vagy csoportok, azon kívül az, amiben hiszünk. A remény, az is itt található a 11-es életházban. A te horoszkópodban itt van az oroszlán jegye, Vénusz bolygó és Plutó bolygó. A Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet, és az oroszlán jegyében te, mint hölgy, a középpontban állsz. Mindenki észrevesz téged a baráti körben is, az ismerősöknél is. Plutó bolygó szintén itt van, és az mutatja belső erődet és a kisugárzásodat. Plutó bolygónál a testi kapcsolatról is szó van, és mivel hat a te nőiességedre, neked ez a kisugárzásod. Ez az erotikus kisugárzás. Mások így látnak téged, különösen egy csoportban, ott mindenki észrevesz téged, vagy a baráti körben. És ez ad neked erőt, mert mint hölgy, te a középpontban állsz. Miért? Mert a Vénusz bolygód az oroszlán jegyében van, és az oroszlán jegye felett a nap uralkodik. És úgy, mint a nap, a mi naprendszerünk középpontja, ha nem is középen van, de mégis így nevezzük, te állsz, mint hölgy, mindig a középpontban. Az is előfordulhat, hogy te szervezel egy csoportot, és te ezt vezeted, mert te állsz a középpontban. Az ő horoszkópjában az oroszlán jegye
a 10-es életházban van, és Kétu a lefele mozgó holdcsomó itt található nála. A 10-es életház az a legmagasabb pont a horoszkópban, az mutatja a magas célokat, a nyilvánosságot, a hivatást, azt is, hogy ő a középpontban van, ő látható, és az oroszlán jegyében tényleg mindenki észreveszi őt. Az oroszlán jegye itt található a 10-es életházban, és ebben a lefele mozgó holdcsomó, ami utal az ő kármikus múltjára. Azt, amit ő átélt a korábbi életében, azt mutatja itt a horoszkóp. Ő a középpontban volt, ő elismerést kapott, ő elérte a céljait, ő volt valaki a nyilvánosságban, ehhez még jön az is, hogy a Kétu, ez a holdcsomó a Magha holdházban van. A Magha holdház felett Regulus csillag uralkodik. És Regulus csillag az a királyoknak, a császároknak, az uralkodóknak a csillaga. Ebben a csillagképben van a múltja. Az arra utal, hogy ő a korábbi életében uralkodott. És kell neki ez a tartás, ez a büszkeség, és ez az elismerés. De visszatérve az ő horoszkópjánál a 12-es életházra, ahol a titkok vannak, ami nem látható, ott van nála a nap. És itt ő átéli ezt az extrém különbséget. A múltja, az emlékek, az azt mutatja, hogy ő látható volt, elismerést kapott, lehet, hogy egy király volt a korábbi életében, mindenki ismerte őt, de most a napja a 12-es házban van, a titkok házában, ami gyakran nem látható. És, mint mondtam, ő ezt úgy éli át, hogy mások nem veszik őt észre. Egy királyt, egy császárt mindenki lát. És nála, az ő lelkében megvan ez a különbség. Mivel az ő horoszkópjában a mérlegjegye nagyon erős, az segít neki abban, hogy megtalálja ezt az egyensúlyt, és mindkettőt érezze. A te horoszkópodban, a 12-es életházban, ahol ezek a titkok vannak, ott található a szűz jegye, a holdad, és Rahu, a felfele mozgó holdcsomó. A szűz jegye nagyon okos, hoz döntéseket, mindent megvizsgál, analizál, de előfordulhat néha, hogy túl kritikus másokkal szemben, vagy saját magával szemben, de segít abban, hogy itt minden rendben legyen, és legyen gyógyulás. Itt található a holdad, az utal az édesanyádra, az anyai érzésekre, de a saját érzelmi világodra is, a belsődre. Itt vannak ezek a titkok. Az, amit jelent ebben a 12-es életházban, mert ez jelenti a visszahúzódást is, ha te keresed a lelki nyugalmadat, akkor húzódj vissza. Talán kicsit a magányba, de ez jót tesz neked. Vagy meditálj arról, amit elérni szeretnél. Ez az életterület, meg ami ezeket a lelki dolgokat illeti, számodra ismeretlen, mert itt található a felfele mozgó holdcsomó Rahu. És az azt jelenti,
ez egy sors út, amit a te lelked kiválasztott, mert szüksége van rád, mert ez, ami téged felszabadít. De te ezen az úton még nem jártál. Ez számodra ismeretlen, de meg kell, hogy ismerd. Az ő horoszkópjában a szűzjegye a 11-es életházban van, ahol a barátok vannak, vagy csoportok, de az ő reményei is. Ott található nála Mars bolygó, Uránusz bolygó és Plutó bolygó. Mars az mutatja az ő férfiasságát. Itt a szűzjegyében számodra ez a gyógyulás, ő segít neked ebben, ezekben a lelki dolgokban. Uránusz bolygónál vannak változások, de gyakran mutatja azt, hogy különleges úton, módon találkozik másokkal, amiből kialakul egy baráti kör, vagy egy csoport. A Plutó bolygó pedig azt jelenti, hogy így a baráti körben találja meg a belső erejét, és ami a vágyait illeti, hogy a férfiasságát élje, és a testi kapcsolatokat. Párszor említettem a lefele mozgó hold csomót, két út, ez egy kármikus csomó, és utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Jelen pillanatban még az ikrek jegyében van, de napokban áttér a bika jegyébe, és ott fog lenni 2022 tavaszáig. Ez egy hosszú idő. A te horoszkópodban ez a 8-as életházban lesz. Itt vannak hivatalos dolgok, pénzügyi dolgok, azon kívül itt megtanulod mindazt, amit meg kell, hogy tarts, és elbúcsúzz attól vagy azoktól, amire nincs szükséged. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, tárgyak, vagy egy bizonyos hely. Azon kívül ez a 8-as életház lehet egy örökösödési ügy is, tehát pénzügyi dolgok, és utal a testi kapcsolatokra is. Az ő horoszkópjában a bika jegye a 7-es életházban van, és az utal a párkapcsolatokra. Ott fog mozogni ez a felfele mozgó holdcsomó 2022 tavaszáig. És itt ebben a 7-es életházban a párkapcsolat területén lesznek nála változások, megújulások, vagy egy kiút. Lehet, hogy neki félelmei vannak, eddig visszahúzódó volt, de a következő hónapokban, években lesznek itt változások. A lefele mozgó hold csomó kétú utal a múltra, mindarra, amit átéltünk korábban, vagy a korábbi életünkben. A napokban elhagyja a nyilas jegyét, és át kell a szkorpión jegyére. Nálad a szkorpión jegye a második életházban van, tehát az anyagiakra és az értékekre utal. Nála a szkorpión jegye az egyes életházban van, az ő külseje, az ő fellépése, az ő személyisége. Itt hat ez a kármikus csomó, utal a múltjára, nála lesznek itt kármikus témák és emlékek. Ez a kétú itt a szkorpión jegyében lesz 2022 tavaszáig. Amit még mondanék, te egy nappal új hold előtt születtél, és ha valamit tervezel,
akkor az új hold energiája segít neked, húzódj vissza, vagy meditáljál bizonyos dolgokról, hogy képzeled el a jövődet. Kedves Edivia, most megkérdezem az Ingát, megbízhatsz te ebben a férfiben? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, te megbízhatsz benne. Ha az Inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő becsap téged. Ha az Inga megáll, akkor úgy megállnak az események, nem lehet tudni, hogyan tovább, az is lehet, hogy megismerkedsz valaki mással. Az Inga válasza, igen, te megbízhatsz benne. Kedves Edivia, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!